Ezen a területen a Mátészalkára vezető 471-es főút jobb oldalán épül fel a német cég összesen 8000 négyzetméter területű új gyártóüzeme. A most aláírt adásvételi szerződést fél éves előkészítő munka előzte meg. A kontraktus értelmében a több mint 6 hektáros területet négyzetméterenként 3000 forintért, azaz körülbelül 600 000 euróért vásárolta meg a német cég az önkormányzattól. Én azt gondolom, hogy az adásvételi szerződés aláírását követően a cég be tudja nyújtani az engedélyezési dokumentumokat. Bízunk benne, hogy január végére megkapják a jogerős építési engedélyt, és ezt követően elkezdődhet a beruházás is. A telekvásárlási szerződés aláírásán a Rosenberger Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója emlékeztetett. A cég jelenleg egy bérelt épületben mintegy 380 munkavállalóval gyártja az autóiparban használt kábeleket, csatlakozókat és az adatátvitelhez szükséges alkatrészeket. A megnövekedett megrendelések miatt döntött úgy a családi tulajdonban álló német cég vezetése, hogy egy teljesen új üzemet épít fel, és a már működő Jászárok szállási és nyírbátori üzemeiben tanítja be az új gyáregység dolgozóit. Az ütemezésünk úgy néz neki, hogy mindenféleképpen fordítva kezdjük mi mindent. Én július végére szeretném már birtokba venni, használatra venni ezt a új épületet, ami 8000 négyzetméter körülbelül, abból 5000 jártóterület, raktár 2000, irodák és szociális helység ilyen 2000, így jönne nagyjából össze az egész terület, plusz a kinti létesítmény, utak, parkolók, stb. Azok mind nekünk nagyon fontos lenne, hogy július végéig kizárólag az már használható legyen. Így visszaszámítva nekünk mindenféleképpen február elején, január végén kellene kezdeni az építkezés, hogy időbe beleférjen. A zöldmezős 3,2 milliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány csaknem 860 millió forintos támogatást biztosított a német cégnek. A tervek szerint az új csarnokban 1000 főt szeretne foglalkoztatni a Rosenberger.